Gajazák kivágás előtt a pécsi központi temető fenyőfáját egy szúfajta támadta meg, és pusztította el az itt élő példányokat. Ezért kellett kivágni a fákat még tavaly nyáron a területen. A munka nem áll meg, újabb növényvédelmi ápolási munkákat végeznek idén a köztemetőben. Erre 10 millió forintot biztosítanak, derült ki a Város Környezetvédelmi Bizottságának ülésén. Sikerült a városnak plusz forrásokat biztosítani arra, hogy a temetői növényzet karbantartása, illetve fejlesztése megtörténjen, amivel fakivágás is jár. Na most azt tudni kell, hogy Pécsen ez nem csak a temetőre jellemző, de az egész városra, hogy bizonyos faállomány az előregedett, és ezeket sajnos pótolni kell, ami annyit jelent, hogy a régi és sok esetben veszélyes fákat. És azért a temetőben azért az nem mindegy, hogy kitör egy szélvihar és rádör valakire a fa, de hát ez a mecsek oldalon sem mindegy, akkor ezeket sajnos el kell távolítani. Érzékenyek a pécsiek a fakivágásokra, a bizottság elnöke szerint. Ezért megfelelően tájékoztatni kell a városban élőket, hogy indokolt újabb fák kivágása a központi temetőben. Jelenleg ebben a tervben most 23 temetői fa kivágásáról van szó. Tehát ezúton is kérem a pécsieket, hogy aki meglát egy halom heverő fát a temetőben, az ne rögtön arra gondoljon, hogy itt most eszetlen faírtás folyik. Ez a normális élet része, hogy az öregedett fákat sajnos le kell cserélni, és ez a folyamat zajlik. Én mindesetre mindig azt szoktam kérni az ezzel foglalkozó illetékesekkel, az illetékes vállalat képviselővel, hogy ezt szíveskedjenek megpromózni, hogy ne legyen pánikkeltés, ne legyen felesleges pánik emiatt. Korábban a Diana téri faírtás váltott ki felháborodást a Baranyai vármegyeszékhelyen. Ott az építkezés miatt vágtak ki egy egészséges ligetet, amit 40-50 éves fák alkottak. Az eset után mondott le Kóbor József zöldbiztosi posztjáról, aki most a Környezetvédelmi Bizottság elnökeként kéri az alaposabb tájékoztatást a fakivágások esetében.